aki a házát homokra építette. Erdő Péter azokról az értékekről beszélt, amelyek a segítő szeretetet hosszú távon lehetővé teszik. Ilyen értékeknek nevezte a családot, mert ott tanulunk meg egymásra figyelni, ott tanuljuk meg, hogy rá vagyunk utalva egymásra. Mai korunk sokszor arra csábít, hogy a szétszórtak önzők legyünk, és elszigetelődjünk egymástól. De az igazi közösségre és a meghittségre mégis mindenki vágyik. Kell tehát a jó család azért is, hogy szeretettel tudjuk fogadni azt, akitől esetleg az élet megtagadta, hogy családhoz tartozzék. Fogalmazott az Esztergom budapesti érsek. És kell a nemzet, kell az a közösség, amely átadja a nyelvet, a kultúrát, a történelmi tapasztalatokat, amely a saját zsenialitásával a maga módján tud szembenézni az új és új kihívásokkal. Aki a saját értékeit ismeri és megbecsüli, az tudja tiszteletben tartani a másokét is. Erdő Péter hangsúlyozta, felelősek vagyunk családjaink és népünk iránt, de ez nem önzést jelent, hanem adni kész bölcs felelősséget. Örök érték az egyház is, a Krisztusban hívők közössége, ahová az egész emberiség meghívást kapott. Felelősek vagyunk azért, hogy egyházunk örömteli, meghívó közösség legyen. Hogy arról ismerje meg Krisztus tanítványait a világ, mennyire szeretik egymást, tette hozzá. A szertartás a Szent Jobb körmenettel zárult. Szent István jobb karjának készfej erekjéjét a honvéd koronaőrség hordozta, előtte vonultak a körmenetben az apostoli szentszék által elismert lovagrendek. Alberto Bottari de Castello, apostoli nuncius és a püspöki konferencia tagjai, utána Erdő Péter, a közjogi méltóságok és az állami tisztviselők, majd a plébániák, zarándok csoportjai. Az eseményen részt vett többek között Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is.